Akit ma egy kávéra hívtam, 23 évesen itt hagyott csapott papot, sikereket, aranylemezeket, és meg sem állt Amerikáig. Dalszerző, producer, hangmérnök, zongorista, bár 2010 óta leginkább úgy ismerjük, hogy az X-Faktor mentora, Malek Miklós. Amikor beszélgetünk, ugye most, akkor még zajlanak a döntők, amikor adásba kerül ez a műsor, akkor már tudjuk, mi az eredmény, tehát esélylatolgatni nincs most értelme. Inkább beszélgessünk rólad meg a helyedről itt az X-Faktorban. Legutóbb, és még a legelején azt mondtad, Miklós, hogy azért jöttél haza, mert mindig is volt benned egy vágy, hogy átad azt, amit kint megtanultál. Most már így a harmadik széria után mit gondolsz, sikerült? Úgy érzem, hogy sikerült, igen. És ezt a válogatók alatt vettem észre, amikor rengeteg embert hallgatunk meg, és az első évadhoz képest egészen más volt a színvonal. Tehát, hogy globálisan, hogyha azt néztem, hogy mennyire stílusosak az emberek, hogy honnan merítenek, akkor azt láttam, hogy ők már az első szériából tanulva jönnek el ide megmutatni magukat. Tehát egy csomó hibát nem követtek el, amit az elsőben rengetegen. De az, amit te meg akartál mutatni, vagy ide akartál hozni, az egyfajta szemlélet, amit talán másnak gondoltál, mint ami itt uralkodik. De annak a szemléletnek a lényege mi? Nyitottság, globális világlátás. Tehát, hogy a lényeget nézzük, ne pedig a külcsint meg a sallangot. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell szórakoztatni, vagy hogy, nem, hogy mindennek óriási mélységeket kell keresni vagy találni, hanem az a lényeg, hogy amit akarunk, az eléri a célját. Tehát, hogy csak szórakoztatni akar, akkor szórakoztasson, de egy olyan színvonalon, amit akár világszínvonalnak is nevezhetünk. Hát ha világszínvonal szót kimondod, akkor az egy kicsit provokáló, mert szerintem a harmadik széria, ha mindegyiket nézzük, azért egészen mássá kezdett alakulni, sokkal inkább egy ilyen valóságshow-nak érezhette a néző, mint versenynek. Te ez ezt mentorként is érzed? Ez egy valóságshow eleve is, tehát ugye ez egy olyan dolog, ami érdekes, mert ez egy műsor gyakorlatilag, amit az emberek minden héten néznek, de senki nem látja, hogy mi történik. Tehát ez nem csak egy énekverseny, hanem egy valóságshow énekverseny formájában. És ettől érdekes, hogy az embereknek a sorsát ismerjük meg, hogy kik ők valójában, és értük, drukkolunk. Tehát nem azon keresztül, hogy énekelnek a színpadon, de igazából az emberek a fontosak. Na de ilyen szempontból ugye ezekkel az emberekkel legalábbis jó néhányal te is foglalkozol, akkor te itt nem zsűri vagy, hanem sors egyengető? Igen, egyébként igen. Én inkább egy holisztikus hozzáállással nézek, vagy tekintek arra, amit mentorságnak hívunk, hogy mindennel foglalkozzak. Hogy ezek az emberek, akik a kezem alá kerülnek, jól teljesítsenek az életben is, nem csak a műsorban. Hogy ez hogy sikerül, az már igazából nem az én kezemben van, miután elgújítottam a tekegolyót, tehát mondjuk egy pár hónapig foglalkozom velük, tehát intenzíven egy műhely munka formájában, aztán már a nagybetűs életben kell helytállniuk, amikor tanácsokat tudok csak adni. Akkor, amikor elvállaltad az elsőt, és volt egy képed, vagy egy víziód, vagy egy sejtésed arról, hogy ez az egész mi lesz, meg hogy hazajössz, és újra itthon teszel, veszel, most már a tapasztalatok birtokában erre gondoltál? Ilyennek gondoltad? Ó, hát fogalmam sem volt, hogy ez mi lesz, és minden, amit gondoltam, az egyébként nem volt helytálló. Mert? Hát már azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz, ez nekem menni fog. Megvan hozzá az elég tudásom, tapasztalatom, majd az első év egy nagy kudarc volt gyakorlatilag. A csapatokkal. Így van, és akkor így második évben akkor átgondoltam mindent, hogy ennek mi van mögötte, a marketing része, hogy kell őket felkészíteni, a sajtó, hogy a kapcsolatok mégis, hogy kell ez az egész várat felépíteni. És akkor nagyon vártam az első adást, amikor aztán azonnal kiesett megint egy versenyző. És akkor hát végül is ugye szépen sikerült befejezni a második évet, mert Kocsis Tibi győzött, és Tarány Tomi a negyedik lett, és mind a kettő nagyon szép utat járt be. De hát a harmadik évben már úgy gondoltam, hogy akkor most már mindent tudok. És akkor így az első adást megint nagyon vártam, hogy mi lesz, és azonnal kiesett megint egyik kedvenc emberem, úgyhogy ez nagyon sok szerencse is. De egyébként most így a kuncokval eltározunk, de neked mennyire van benned a versenyszellem, illetve mennyire éled meg kudarcnak, mondjuk azt, hogyha valakit elveszítesz, és ha egy picit elrugaszkodunk a műsortól, akkor azért te egy eléggé maximalista ember vagy, aki úgy mindenbe beleteszi, ami beletehető, vagy legalábbis azt gondolom, hogy ez az elvárás önmagaddal szemben. És itt ugye nem feltétlenül az történik, amit te gondolsz, vagy amit te vágysz. Ezt hogy viseled?
Nehezen, nehezen. Azt hittem, hogy nekem semmi közöm a versengéshez, hogy mindegy ez nekem, hogy most akkor ki nyer, vagy ki nem nyer, az annyinek, hogy jól szerepelnek az emberek. Ez valóban lényeg, de közben rájöttem, hogy amikor beülök a mentorszékbe, és ez többiekkel is így van, akkor elvesztjük a fejünket, akkor igenis előtör belünk a versenyszellem, illetve hogy én nem győzni akarok, de veszteni nem. Tehát veszíteni utálok. Ugye a győzelem nem érdekel, tehát ha kimondják, hogy győztünk, akkor ez teljesen mindegy, akkor én tapsolok a mentorátnak, vagy aki győzött, annak örülök. Ez nem az én érdemem, de ne veszítsünk, ha egy mód van rá. De egyébként a kudarc tűrésed milyen? Mert azt hiszem, hogy ugye te itt valaki voltál, ugye Toldi Mária, Malek Miklós gyermekeként, ez áldás is és átok is, de már egyszer úgy fogalmaztuk, hogy már a lépcsőfordulóból indultál, és nem a földszintről a ranglétlán, és ez neked nem ízlett. Elmentél, hogy a senkiből valaki legyél Amerikában. De azt gondolom, hogy ott is egy hullámvasút kell legyen ez a szakma. Tehát persze, nem ilyen szépen ível a karrier, és jönnek a lehetőségek, és piros szőnyeg gurul az ember elé. Tehát, hogy ott megedződtél abban, hogy az élet bizony ilyen is, olyan is? Az ember megtanulja azt, amit mondanak, hogy a kudarc a siker része. Kudarc nélkül nincsen siker, igenis át kell menni azokon a problémákon, bele kell lépni azokba a gödrökbe, és el kell követni a hibákat, mert abból tanulunk. Azt is szokták mondani, hogy az embernek a gyengeségei a legnagyobb erősségei, mert azokat akarom elpalástolni, vagy kijavítani, és arra nagyon odafigyelek. Úgyhogy én elkövettem a magam hibáit, de ezeket szeretném, hogy elkerüljék a mentoráltak. Tehát így eszenciálisan ezt adom át nekik, ahogy sikerül. Egyébként végül is bejött az, hogy kimentél? Hogy ki? Igen. Mert hogy azt mondtad egyszer, hogy jobb lett volna korábban. Mert hogy 10-15 év még az ember a kapcsolatrendszerét kiépíti, és talán jobb lett volna korábban kezdeni. Ilyen szempontból te hátrébről indultál, mint a kintiek. Igen, mert az embernek a legjobb kapcsolatai az életben szerintem az iskolából, vagy valamilyen közegből jönnek, ahova jár, legyen az akármi. Amikor később beérnek az emberek a 30-40 közé, amikor fontos a pozícióba kerülnek, akkor fel tudom hívni a XYZ-t, amit ott nem tudok, mert azt mind külön kellett utána megtalálni. Tehát sokkal nehezebb így. Ott igazából mi volt a kulcs annak, hogy sikerüljön? Alázat, alkalmazkodás, ezek mind benne voltak abban, hogy... Természetesen. A nyitott gondolkodás nagyon-nagyon fontos, hogy itt ne az egót azt nyugodtan félre lehet tenni egy életre, mert az nem segít egyáltalán. Mert nagyon fontos, hogy az ember be tudjon illeszkedni bármilyen szituációba, hogy úgy tudjon funkcionálni, amire lehetőség van, hogy ne azt mondja, hogy hát már pedig ezt nem csinálom, meg az nem csinálom, meg ez így legyen, meg úgy legyen, mert nem lesz úgy, hanem adódik egy lehetőség, és muszáj vele élni. Tehát elfogadóbb lettél azzal, ami adatik, és nem feltétlenül vágysz olyanra, amire kicsi az esély? Most ha sarkítok? Amikor az ember elkezdi az elején, igen, aztán persze változik ott is a dinamika, meg az értékrend, hogy az ember elér egy pozíciót, vagy egy szintet. Ugye Anastasiától kezdve Donna Summer egy csomó híres név, amit úgy hallunk, hogy dolgoztál velük, de egyébként, ha nem itt vagy, akkor ott hogy mit lássak? Mint hogyha egy filmet nézném Malek Miklós életét Los Angelesben. Nagyon unalmas az én életem, ugyanis úgy alakítom, hogy minden nyugodt legyen körülöttem, és békés. Tehát én sose voltam se pincér, se bartender, se igazán mindig zenével foglalkoztam, úgyhogy nem szeretek korán kelni. Csomó minden olyan dolog, amit az iskolában muszáj volt csinálni, hogy korán kelni, odafigyelni, azt csinálni, amit mondanak, az nem. De nekem ez a luxus az életemben. De hogy inkább egyedül lássalak dolgozni? Úgyhogy ez így jó is, meg rossz is. Tehát, hogyha úgy nincs is főnököm, meg azt csinálok, amikor dolgozom, amikor jól esik, akkor viszont nagyon neki kell állni dolgozni. Tehát lehet, hogy összesűrűsödik a munka, de akkor meg nem alszom. De mégis a saját ritmusom szerint csinálom. Na ehhez képest most már harmadízben hazajöttél, hogy a te saját ritmusodat jól igen, kiforgassák a sarkából. De az a 12 nem év könnyű. Amerika, az a személyiségedet is egy kicsit átrajzolta? Mert nagyon jelentős évek a 20 évek, mikor az ember igazán igen, akkor érik felnőtt. Ez így van. Igen, nagyon-nagyon átrajzolta, ez biztos. De amikor visszajövök Magyarországra, akkor visszajön a régi egy személyiségem. Mi a kettő között a különbség? Ég és föld. Melyiket csíped jobban? Ez egy jó kérdés. Mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai.
Most, hogy ezt a kis schizofréniát elkezdjük ugye itt tanulni. Igen, ne is menjünk bele szerintem. De nem csak, olyan jól fogalmaztál, hogy azt mondtad, hogy az angol personád, nevezetesen, hogy már a nyelvvel összefüggésben magyaráztad, az egy higgadt, nyugodt, vicces, jókedvű pali, a magyar, az meg valahogy egy sokkal kard-kikard, indulatosabb, vagy legalábbis... Temperamentumosabb. Ez van. Igaz? Tehát, hogyha hazajössz, igaz, akkor... Igaz. Hevültebb vagy? Nem szeretném, de ez így van. Azon nevettem, hogy 15 év alatt szerintem Amerikában nem kell felemelnem a hangom egyszer sem, mert hogy ez nem kerül elő. Tehát senki nem próbálja a pillanatnyi szituációt, a harcot addig fokozni, hogy ez kiabálásba fajuljon, vagy addig fajuljon. Magyarországon a második nap. Tehát gyakorlatilag így a tévés belkeken belül, tehát ott annyi emberrel kell állna vitatkozni, hogy elgurul a gyógyszerem egészen érdekes. Holott évegen át gyógyszerrel se volt szükség. Én nem szerek gyógyszerre. De jó, most szimbolikusan. Nem kerül erre sor. De mi ez másfajta működése a kommunikációnak ott és itt? Temperamentum, másfajta égöv, talán más a hangulat itt. Ami mindenkinek megvan az előnye és a hátránya. De a magyarok azt szokták mondani Amerikáról, hát az unalmasat nem törik semmi, az emberek nem törődnek egymással. Hát persze, mert nyugodtan el van. Tehát nem tudom, egy medencés partinál találkoznak, meg egy koktél, vagy egy fogadással, vagy valamilyen kellemes összevetelni, úgyhogy nem tudom. De neked nem unalmas az a lét ott a medencében? Én szeretem a nyugalmat. Azért mondtam, hogy általában az életem az inkább az unalom felé hajlik, de nekem mindig valamivel eljátszom, vagy amint dolgozom, vagy valamint gondolkodom. Akkor, szeretem. Amikor viszont itt szembesülsz, azzal... Na ugye látod, hogy a magyar milyen nehézenyek? Az ember a temperamentumos, azért beleakadtam én is. Igen, szóval, hogy amikor szembesülsz azzal... Két szóltak. Temperamentumosabb. Aha, és ha még hozzáteszük az ant, akkor az már 8 szótag. Igen, hát az angolban ezt lehet, hogy egyszerűbben fogalmazni. Na, élőadásban ilyet be se vállalok, tehát ott már a 4 szótagnál feladom. Az mindenki szoktam mondani, hogy ó, sziklaszilárd, az nagyon nehéz szó, azt ne vállald be. Sziklaszilárd. De hogyha itthon szembesülsz azzal, hogy az a régi én, kvázi az kicsit indulatosabb, vagy hirtelenebb éned előjön, akkor dühös vagy magadra, vagy elfogadod, hogy bár azt hittem, hogy már nem vagyok olyan, de úgy látszik mégis? Kicsit dühös vagyok magamra. Tehát úgy szeretné az ember azt gondolni, hogy na hát mekkorát léptem előre, és akkor amikor szembesül vele, hogy hát nem is léptem előre nagyot, csak remekül ki tudom kerülni a saját gyengeségeimet. Mondjuk az is végig is használható. Hát... De megvan egyébként az előnye is, mert érdekes módon például pont az X-faktoron belül van egy olyan intenzitás szint, amire szükség van ahhoz, hogy átjöjjön a képernyőn, hogy én, nekem ezek az emberek, akikkel foglalkozom, igenis fontosak számomra. És ez tényleg így van, de hogyha én azt úgy adom elő, ahogy a normális életben, amikor nyugodtak vagyunk, és minden oké, akkor az nem érződik. Viszont, hogyha ilyen nagy kiabálás van, és akkor muszáj, hogy beleszálljak én is, akkor egyértelmű mindenki számára, hogy itt valami történik, itt valami fontos dolog van. Pedig látod, még a külső szemlélő számára most is te vagy a higgadt, a nyugodt. Ugye, mert pedig magamnak én megnézem, hogy úristen, már megint miket mondok. Tehát, hogy az amplitúdod az más, hogy te máshoz méred nyilván a kinti. Hát, hogyha megnézed mondjuk az angolt vagy az amerikai, ott nem kiabálnak így, mint a magyarban. Hogy... Aha. Ugye akkor, amikor itt vagy, oké, akkor úgy körülbelül látjuk, hogy mit csinálsz, vagy sejtjük, de amikor nem vagy itt és kint vagy Amerikában, azt mondod, hogy nagyon nyugodtan élsz, de ott felépült egy baráti kör, felépült minden ennyi idő alatt? Tehát már hogy mondható, hogy otthon vagy? Igen, mondható. Bár én a nagyvilágban otthon érzem magam, hogy igazából. Hol élek, az nem annyira fontos. Az a fontos, hogy én jól érezzem magam. Igen, ezt meg lehet tanulni? Tudod, vagy valahogy a magyar egyébként nem annyira mobil szokták mondani. Nem tudom, hogy ezt tanulni lehet. Szerintem ebben inkább születni lehet. Avval a kényszerrel, vagy avval a... Nem is tudom. Talán igényel, hogy olyan helyen éljek, ahol jól érzem magam, vagy olyan környezet alakítsak ki magamnak, ahol jól érzem magam. Tehát nem utagassak mindenre, hogy ez rossz, meg emiatt nem megy nekem, meg emiatt érzem rosszul magam, meg ez is, meg a szomszéd is, hanem hogy akkor csinálok valamit, és akkor megoldom.
De lehet, hogy ez onnan jön egyébként, hogy te akármerre néztél a lakásban, vagy a házban, te csak tehetséges embereket láthattál magad körül, tehát hogy ott mindenki megcsinálta azt, ami megcsinálandó, és olyan szinten csinálta meg, ami magas színvonalú és sikeres, tehát hogy gyerekként se abba cseperedtél, hogy bárki bárkire mutogatott volna, nem tette mindenki magas szinten a dolgát. Az biztos, hogy hatott rám, de nem lesz az ember egy kalandor típus, az így születik. De van ebben biztos egy függetlenség, egy gondolkodásbeli függetlenség, az valószínűleg a szüleimtől is jön, mert ők az nyitottan gondolkodnak, és nem tettek le olyan pragmatikusan, olyan keményen, nem húztak meg olyan határokat, hogy már pedig ez így van, fiam, ABC, négy fal, hanem hogy nem, ez lehet így is, lehet úgy is, hát akkor legyen úgy, ahogy jól esik, miért ne legyen. De várjál, vélem. Azt szokták mondani, most, hogy a szabadba vágok, hogy az embert mit teszi boldoggá, nem is tudom, valahol olvastam. Gyakorlatilag azok a dolgok, amire mindenki vágyik, azok ingyen vannak. Tehát mindenki egy meleg helyre vágyik, ahol süt a nap, hát hogy jól él, hogy valamivel elfoglalja magát, hogy ne unatkozzon gyakorlatilag, hogy ne kelljen éhezni, meg tehát mondjuk az nincs ingyen, de azért vannak olyan helyek a világon, ahol a fejére esik az embernek a kókuszdió vagy a banán, tehát nem olyan nehéz ezt megoldani. Hawaiian például olyan kolóniák élnek, akiről senki nem tud, csak oda mennek az emberek és elvesztik a fonalat, mert enni van, süt a nap, jó élet. Voltál ott? Én nem vagyok ilyen, mert voltam, igen. Én azért valamivel szeretek dolgozni, meg foglalkozni, valamit kreálni, de azon kívül a többit az simán meg lehet az embernek teremteni magának. Tehát egyébként arra korán rájöttél, hogy mondjuk nem feltétlenül a díszleten múlik a boldogság, nevezetesen, hogy nagy ház, hogy sok pénz a malac persejben, hanem hogy inkább az alkotás, vagy az élet minősége? Inkább az, hogy valamit hagyjon az ember maga mögött egyrészt. Most az, hogy az emberek memóriájában, a szívében, az mindegy, mondjuk a zene az ilyen dolog, meg az eladóművészet. Meg hogy közben úgy érezzem, hogy valamit csináltam, valamivel elszórakoztattam magam, amíg itt a Földön éltem. Uh-huh. Ugye nem nagyon szeretsz a magánéletedről beszélni, és én meg nem az a fajta vagyok, aki kurkászni szokott, de mondjuk ami elolvasható, azt azért elolvastam. És az tudható, hogy van már jó pár éve egy kedvesed, lengyel származású, aki már a mennyasszonyod, a röplabda pályán ismerted meg, volt valahol, mint hogy a hobbira is rátereljük a szót. De ebben sincs benned sürgetés, hogy már elüti az ember a 30-at, vagy a 35-öt, hogy már családot alapítani a társadalmi konvenciók szerint már... Igen, talán ez is a nyitott gondolkodás, hogy ez teljesen mindegy, az én életem. Úgy alakítom, ahogy akarom. Másnak is tanácsolom. Ilyenkor... Próbálják ki egész nyugodtan. Na de igen, az úgy alakítom, ahogy akarom, abban az sincs benne, hogy kvázi évekre előre legyen ilyen projekt, hogy ekkora ideig... Azt annyira szeretném, az olyan jó lenne, de képtelen vagyok rá. Azok az én személyiségbeli hiányosságaim, például a tervezés nagyon nehéz. Most is elkéstem, látod, pedig nem akartam. Hát de már rosszat írtál be. Hát javasolnám egyébként, hogy jót írjál be a regiszterbe. De nem, mondjuk nem egy ilyen napi pici apróságról van szó, de hogy ilyen víziód nincs, hogy mit tudom, hogy 40 évesen legyen egy gyerekem. A vízióm az van, de hát, hogy mi történik, az nem tudom. Mitől függ, hogy mi történik? Tehát ez valahogy úgy van, hogy egy ilyen részletorientált ember vagyok közben. Tehát, hogyha ha kezembe ad ezt a poharat, akkor elkezdem nézegetni, és ha valami mondhat, hogy hát ezt csak csináljuk meg, mert letört, akkor most megyek a ragasztóért, és elkezdem csinálgatni, mondjuk, hogy tökéletes legyen, mert eljátszom vele. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy jó, akkor ma ebben meg el fog foglalkozni, majd a kezembe akad valami, és abban elmegy a fél nap, az nagyon jó lesz. Miközben semmi köze nem volt a reggeli tervekhez. Igen. Tehát ugyanezzel az alapon vagy hajlandó kábelt forrasztani a stúdiódban? Egész nyugodtan, igen. Mindent én forrasztottam a stúdióban, azt is nagyon szeretem csinálni. Tehát nem csak így akkordokon és... Egyáltalán nem. Aztán olyan is van, amikor olyanom van, és akkor azon gondolkodom egész nap. Tehát a tervek változhatnak, és a jelen mindig felülírhatja azt, amit egyébként gondoltam? Igen. Ezt szerintem az óvodával lehet a legjobban jellemezni, úgy látszik, hogy én élek. Most, hogy összeraktuk, hogy érted? Akkor volt ez, hogy ne zavarjanak meg, amikor játszom biztos valamivel, és akkor ezt úgy gondoltam, hogy később helyre teszem az életemben. Csak viccelek, de egyébként van hasonlóság. De egyébként tudod, hogy mi van benne hasonlóság? Az a fajta örömből csinálni dolgokat. Tehát, igen. Nem szeretem, mikor kiveszik belőle. Tehát, hogyha valamit muszáj csinálni, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor kiveszik belőle a boldogságot, meg az örömérzetet, hiszen hát akkor miért csináljuk? Uh-huh. Meg van egy gyermeki látásmód, és amit szoktam mondani pont
a mentoráltaknak is, meg amint az emberek után elvesztenek, pedig érdemes megtartani. Tehát, hogy úgy tekintsünk a világra, hogy mint egy gyerek, hogy igazából mindent be tudja fogadni, meg tudjak szeretni, meg mindent tudjon szórakoztatni, meg tudjak neki örülni. Tehát még az előítéletek mentől mentesen, még bélyegektől, meg stigmáktól mentesen csak rácsodálkozni? Igen, pontosan. Tehát, hogy ne ekkora legyen a látóköröm, hogy azt mondjam, hogy mit látok itt most, hogy látok egy csészét, de itt ül a Celine Dion, van, aki nem látja csak a csészét, mert egy ekkora sávot lát. Egyébként megint csak a válogatás, mondjuk az X-faktorban ugyanígy zajlik, hogy én látok az emberben valamit, amit a többiek nem. És akár egy másik mentor mást lát benne, amit én nem látok adott esetben, de mindig arra törekszem, hogy minél többet lássak belőlük. Igen, egyszer ezt úgy magyaráztad nekem, hogyha egy Picasso képhez közel megyek, és egy centiről nézem, és csak egy részletét látom, akkor nem láthatom. Igen, ez egy vonal. Mi ez a vonal? Te pedig inkább, az az életedben a jellemző, hogy inkább hátralépni, és úgy ránézni egészében? Így van. Mi a lényeg? Mitől működik? Magadat is így? Vagy az saját? És ne az, hogy összehasonlítsuk valami mással, tehát, hogy mert ez sokkal jobb, vagy mert az rosszabb, és ennek olyannak kéne lennie. Nem kéne olyannak lennie. Milyen ez, amit látunk? Használható ez valamire? És ha igen, akkor hogy lehet azt a legjobb fénybe beállítani, hogy mindenki lássa? Ilyen szempontból a saját életedre is így nézegetsz? Hogy abban szabadon hagyni, hogy szép legyen egész? Jó lenne, de nem. De szerintem a jó mentor az azért is jó mentor, mert egyrészt tehát elkövettem a hibákat, amit el kellett, abból tanultam, és magamat tanítottam egy csomó mindenre. Azokat tudom a legjobban elmagyarázni. Mert hogy olyan dolgokat tudok legjobban tanítani, amit nekem is meg kell tanulni, vagy amivel most mai napig is küszködöm belül. Például? Hát egy csomó minden. Ez az emberileg, szakmailag, az nem jelent az, hogy nem csinálom jól a dolgomat, csak hogy ez nekem nem természetesen jött. Mert ha természetesen jött volna, akkor nem tudnám elmagyarázni. Aha. Tehát, hogy egy megjárt útról így lehet van. Beszélni. De mondjuk, ha ilyen tekintetben azt nézzük, hogy mi az, ami magad... Meg azon is, amit szeretnék megjárni. Tehát, amit tisztelek valakiben, vagy máson látom. Hogy én sose tudnám, de nagyon jól tudom magyarázni, hogy kéne csinálni. De hogyha most visszautalok arra, amit mondtál, hogy magadon is, ami dolgozol, akkor alapvetően például min? Tehát mik azok a hibák, aminek alapján ma már másként akarsz csinálni? Vagy van olyan, amit meg lehet fogalmazni? Nagyon lusta ember vagyok alapvetően pont azért, mert nem szeretek elkezdeni semmit, mert akkor éppen játszom valamivel. Tehát gondolatban mindig eljátszom valamivel, de a határidőben nagyon segít. Ja, akkor az utolsó 36 órában, ez mint az őrült. De az iskolában így volt az akadémián is, hogyha le kellett valamivel vizsgázni, akkor elolvastam a könyvet ez a nap éjjel, és reggel mellett most levizsgáztam, úgyhogy valahogy úgy van ez, hogy az ember meg tudja csinálni, akkor nem kezd el időben. Szörnyű, de ez a más projekte is így van. De az javult manapság, mert azért aludni szeretek. Jól alszol? Jól, igen. Nagyon fontos. Már csak ugye a jól alvás is egy kicsit jelképes, mert akkor tud az ember jól aludni, hogyha egyrészt nincs sok szorongás benne, vagy nincs bűntudat benne, vagy nincs lelkiismeret furdalás benne. Ilyen szempontból te azért folyamatosan mérlegeled magad, vagy megmérled magad? Igen. A lelkiismeret miatt, az nagyon erős bennem, azt nem tudom elengedni. Bármennyi is úgy tűnik néha az X-faktorban, hogy biztos azért döntött úgy, mert hogy azért is rohadjon meg, és most aztán többet nem fog aludni. És nem, ez nem így van. Tehát aznak mindennek oka van. És nekem tiszta a lelkiismeretem. Minden vonatkozásban? Igen. Akkor jól van így, ahogy van most? Jó. De várod már, hogy visszamenj? Tehát, hogy úgy akkor olyan jól esően fellélegzel, mikor repülőre szállsz? Hát muszáj egy kis szünetet tartani ezután, a pár hónap után, mert olyan minden hónap, mint egy év telt volna el. Igen? Igen. Nagyon intenzíven megéled? Igen. Egyébként bármiben, amiben csinálsz, a mérce ki? Vagy mi? Nem tudom, mindig azt mondják, hogy én maximalista vagyok, én ezt nem érzem így. Talán maximalista, nem a maximum a lényeg, nem a tökéletesség a lényeg. A lényeg az, hogy elérünk egy olyan szintet, ami átlépi azt az inger küszöböt nálam, amire azt mondom, hogy na, ez valami volt, itt valami történt, ez egy pillanat volt. Tehát sokkal fontosabb a törekvés a jó felé, mint maga a tökéletesség, mint meghatározás? Tehát, hogy egy igen, ilyen... persze. A tökéletesség az egy abszurd fogalom, az olyan nincsen, az csak egy irány. És talán én arra törekszem, hogy mindig annyira olyan messzire menjünk el, amennyire képes vagyok. Uh-huh. Annak a maximumát kihozni. Igen, de hát az napról napra változik, van, amikor kevesebb, van, amikor több.
de általában egyre több, remélhetőleg. Legyen így, Miklós. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.